Őzgida. Szeretnél köszönteni, annyira cuki. Szeretnéd köszönteni a nézőket a mai videóban? Igen. Jó. Ezt én most felvállalom, hogy Luna helyett beszélek. Sziasztok, itt Luna, és üdvözöllek titeket a Karen csatornáján. Köszönöm szépen, hogy részt vettél ebben a videóban. Ennél szebb köszönés szerintem még a csatorna életében soha nem volt. Na, női praktikák és zero waste a fürdőszobában. Ez a kettő így együtt lesz, és el kell mondanom, hogy nem csak női praktikákról lesz szó. Nem szeretném ezt így kisajátítani, ezt az egész videót a nők számára, viszont lesznek benne bőven olyan dolgok, amik a fürdőszobán belül a nőket érintik, és ezért is szerettem volna ezt külön kiemelni, mert hogy fantasztikus dolgokról lesz szó. Tehát igaz, hogy zero waste dolgokról van szó, viszont én nem elsősorban ezért kezdtem el őket használni, szóval ez a lista most így több szempontból is nagyon fontos számomra, mert hogy egyéb jó dolgokat is hozhatnak szerintem ezek a dolgok az életedbe, azon kívül, hogy a hulladékot csökkenthetik a háztartásodban. Hogyha közben Luna így bohockodik körülöttem, meg mindenféle dolgokat csinál, akkor ezt vedd csak egy ajándéknak tőle, hogy igyekszik még szórakoztatóbbá tenni a maga módján ezt a videót. Szerintem ez kifejezetten kedves. Vágjunk egyből bele a közepébe. Első, intim kehely. Mondtam, hogy egyből belevágunk a közepébe. Nem tudom, hogy ismered-e az intim kehelyet, vagy hallottál-e már egyáltalán erről, hogyha nem, akkor én ezt szeretném elsősorban az egész listából neked leginkább javasolni, mert hogy szerintem egy kiváló találmányról van szó, ami nagyon megkönnyítette az életemet. Az én szándékom elsősorban, amikor intim kehelyre váltottam, az volt, hogy a tamponnak találjak egy alternatívát, amivel le tudom cserélni. Na most ennél én valami sokkal többet kaptam. Tehát olyan szinten egyszerűsíti a hétköznapokat szerintem, és annyival biztonságosabbnak és kényelmesebbnek érzem, amit nem lehet egyszerűen összehasonlítani. Én valóban úgy gondolom, hogy ha megtaláltad a megfelelő méretet, és a megfelelő stílust, dizájnt, nem tudom, többféle van, akkor ez egy olyan kelléke a fürdőszobádnak, amiről aztán nem fogsz tudni lemondani. Azt hiszem 10 éven át jó egyébként egy intim kehely, ami azt jelenti, hogy jelentősen kevesebb hulladék, és jelentősen kevesebb pénz lesz az, amit majd költened kell rá, mert lehet, hogy úgy tűnik, hogy elsőre nagyobb kiadás, mint például tampont venni, viszont hosszú távon nem lehet egyáltalán versenyeztetni a kettőnek a végösszegét, mert hogy ezt egyszer megveszed, és aztán 10 éven át használod, és mondjuk akkor kell újat venned belőle. Na meg persze időt is spórol, meg úgy könnyíti az egész életet, hogy nem kell ezen gondolkodnod, hogy mikor kell újra feltöltened a készleteidet, mert hogy van egy darabod, és akkor ez így mindent megold, és még szép színek is vannak belőle. A második a mosi betét, amire én együtt az intim kehellyel váltottam, szóval így egyszerre elkezdtem el a kettőt használni, és a mosi betétnél már jobban ott volt a gondolat a fejemben, hogy ezzel jelentősen kevesebb lenne a hulladék, amit termelek, illetve szintén kényelmi szempontjaim is voltak, mert én úgy találtam, hogy az eldobható betétnél szerintem a mosi betét kényelmesebb, és itt az anyagára gondolok, hogy az anyaga szerintem sokkal bőrbarátabb, mint az eldobhatónak, és ezt azóta is így látom. És a másik, ami, ez így nem hivatalos indok, de hogy nekem ez egy indok, hogy a mosi betét olyan szép, annyira gyönyörűek vannak, egy csomó minta, tudsz válogatni, és akkor így tök nagy öröm azokat használni. Én tényleg nagyon szeretem őket, egyáltalán nem olyan kellemetlen a használatuk, vagy a mosásuk leginkább, ami egyébként szerintem talán sokakat aggaszt, viszont abszolút hozzá lehet szokni, vagy így könnyű elfogadni szerintem ezt. Valamint sokkal több előnnyel jár azáltal, hogy tényleg nem termesz hulladékot, szintén 5 évig használhatóak ezek, tehát sokkal több előnnyel jár, mint amennyi plusz feladatot ad neked mondjuk az, hogy mosnod kell őket. A hármas mosható sminklemosó korong. Ezt még én is használok olykor-olykor, nem sminklemosásra. Ezeket a korongokat tudod körömlaklemosásra is használni, én erre sem használom, hanem én néha egyszerűen csak átmaszírozom vele az arcomat, és nekem ez jól esik. Úgyhogy azon kívül, hogy ezeket a korongokat használhatod ugye az eldobható korongok helyett, még ilyen arcmasszázsra is tudod használni, szóval szerintem tök kellemesek, szintén nagyon szépek lehetnek, különböző mintájút vagy színűeket tudsz választani. Nagyon cuki dolog. A következő tipp az a samponmentesség, amit én most már jó hosszú ideje űzök, szerintem olyan 2 éve talán, és nem mondanék le erről semmiért sem.
Viszont értelemszerűen nem mindenkinek jön be a samponmentesség, vagy nem mindenkinek van meg a lehetősége, türelme ahhoz, hogy elérjen oda, hogy samponmentes tudjon lenni. Számukra pedig azokat a sampon, a szilárd samponokat javaslom. Igen, így hívják őket. Bár szilárd sampont én nem használtam, mert hogy én egyből a folyékony samponról álltam át a samponmentességre, viszont ismét csak a hulladékmentesség szempontjából egyértelműen ezek a jobb alternatívák. A következő, még szintén női területen maradva, nem, ismét, nem csökkentem le ezt a nők körére. Bárki számára hasznos lehet egyébként, ha szőrteleníteni szeretne, az epilátor. Na most, az epilátor fáj. Ne szépítsük. Szerintem ez a legfájdalmasabb az összes szőrtelenítési módszer közül. Én a gyantát egyébként jobban szeretem, de az nem zero waste, tehát az nem szerepel ebben a videóban. Most már szerepel, de hogy nem egy tip egyébként, hogyha zero waste szempontból közelítjük meg a szőrtelenítést. Kisebb felületekre azonban szerintem az epilátor is nagyon jó lehet. Ha bírod a fájdalmat, akkor tök jó. Ha nem bírod a fájdalmat, akkor hozzá lehet szokni. Nem mondom, hogy egy idő után nem lesz fájdalmas, hanem inkább azt mondom, hogy így megszokod ezt az érzést, és mondjuk kibírhatóbb lesz, vagy könnyebben kibírható lesz, mint a legelején. Azért nagyon praktikus, és én eredetileg azért kezdtem el használni, mert hogy bármikor elő tudod kapni, nem kell belőle újat vásárolni, tehát hogyha egyszer a legolcsóbbat megveszed, amit én tettem, nem tudom, még gimiben, és azóta ugyanazt használom, akkor azzal kb. Kész is vagy. Szerintem nagyon ügyes kis eszköz, valóban nem kell rá sok pénzt költened ahhoz, hogy éveken át meg legyen ezzel oldva a szőrtelenítésed. És még egy nagyon nagy pozitívuma, hogy hasonlóan a gyantához sokkal tovább érezhető a hatása, mert hogy ugye kitépi a szőrszálat és nem csupán levágja a bőr felületénél. Viszont a gyantázásra azért rá kell készülni, főleg, hogyha otthon készíted magad, tehát hogy otthon gyantázol, de akkor is, hogy a kozmetikushoz jársz. Az epilátor az viszont úgy egyszerű, és viszont ez az előnye az, ami szerintem igazán csábítóvá teszi a borotvával szemben, mert hogy borotvából is egyébként van olyan, ami nem egyszer használatos, hanem ez a többször használatos borotva. Szintén nincs vele tapasztalatom, ez is egy jó zero waste megközelítés lehet egyébként, viszont nekem annyira nem jött be, de azért megemlítettük. Akkor a hatodik pont, natur kozmetikumok és sminkcuccok. Szintén csak olyasmi, amit én magam nem használok, viszont úgy éreztem, ha egy ilyen lista van, akkor itt meg kell ezt említeni. Bármi olyan kozmetikum, bármi olyan sminkcucc, amit be tudsz szerezni natúran is, tehát hogy olyan gyártótól, aki odafigyel arra, hogy hogyan készülnek ezek a termékek, akkor szerintem érdemes ezeket keresni. Most már hatalmas választék van, különösebben nem is nehéz ezeket megtalálni, mert hogy szerintem még a DM-ben, Rossmannban valószínű, hogy ilyen helyeken is találhatóak. Még néhányról én magam is tudom, hogy biztosan találhatóak, mert 1000 éve, amikor legutoljára voltam ott, akkor néztem, hogy mennyire bővül egyébként a választék, és hogy milyen sok minden van, aminél már a csomagolásra is odafigyelnek, meg az elkészítésre, meg mindenre, és ez tök jó. A hetes pont a krémdezodor. Krémdezodort szintén tudsz kapni így DM-ben, Rossmannban, mindenféle ilyesmi helyen, ebből is már egészen nagy választék van, vagy tudsz készíteni is, és erre pedig neten találsz recepteket, ebből is tök sok van. Érdemes szerintem amúgy ilyen otthoni kis kotyvasztásokkal. Igen, érdemes ilyen otthoni kotyvasztásokkal is szerintem amúgy próbálkozni, mert nagyon jó dolgok kisülhetnek belőle, tudod, hogy mi az, ami benne van, és hogy miért van benne, hogyha ugye utána nézel, és mérföldekkel olcsóbb lehet, mint a boltban vásárolt alternatívák. 8. Szilárd szappan a folyékony szappan helyett. A szilárd szappant azért szeretem nagyon, mert egyrésztről vásárolható piacon, meg kézművesektől, tök jó támogatni azokat, akik ilyesmikkel foglalkoznak. Megint csak ez egy természetesebb változat is tud lenni. Szilárd szappanból is van olyan, ami nem feltétlen a természetességre megy. Szerintem érdemes azért ezt így figyelni, hogy melyiket veszed el a polcról. Igaz, hogy a natúr szappanok általában drágábbak, de erre ott van alternatívaként, hogy te magad is tudsz otthon szappant főzni. És egyébként én most erre készülök, már meg is vannak hozzá a dolgaim, úgyhogy ha sikerül szappant főznöm, azt mindenképp meg fogom mutatni, mert akkor rohadtul büszke leszek magamra. Hogyha ügyesen választasz szilárd szappant, akkor nagyon-nagyon le tudod minimalizálni a hulladéknak a mennyiségét. 9. Lyukas szappantartó. Na most, hogyha szilárd szappant használsz, akkor észreveheted, hogy a kis tartókájában, a kis alátétében összegyűlik a víz, és a szappan túl gyorsan elhasználódik azáltal, hogy a saját kis folyadékában, vagy a saját levében ázik.
Na most ez ellen kettő dolgot tudsz tenni. Az egyik, ami szerintem leginkább így adja magát, az az, hogy lyukas szappantartót választasz. Tehát olyat, aminek van az alján lyuk, ahol el tud folyni a folyadék. Ez alá akkor szükséged lesz még egy tartóra, amit aztán könnyebb tisztítani, mint a mosdónak a szélét. Ez már inkább csak ilyen tipp tisztaság szempontból. A másik dolog, amit még ezen felül tehetsz, hogyha extrán olvadó szappanról van szó, az az, hogy lufaszivacsot teszel rá. Ezt egyébként én is vászonzsákos lánynál láttam, ezt a megoldást, és nagyon megörültem neki, mert általában elég egyébként a lyukas szappan alátét, vagy mi az a szappantartó, de nem mindig. Mert vannak olyanok, amik még jobban olvadnak, vagy még inkább elfolyékonyodnak, már ha csak egy kevés víz is van alattuk, és ott például nagyon jól jön a lufaszivacs. Tízes, és itt már egyáltalán nem női területen vagyunk, a WC papír csomagolását használni kukazsáknak. Akár a fürdőszobában, akár simán kukazsáknak, tehát a háztartás többi területén. Ez igazából semmi extra, csak ennyi, de hogy miért ne lehetne még egy életet adni egyébként egy ilyen alap dolognak, amit így is úgy is meg kell venned, és ami kiválóan funkcionál, mint kukazsák. 11-es. Elhasznált fogkefe felhasználása takarításnál. És most itt elsősorban olyan helyekre gondolok, amik nehezen elérhetőek. Tehát például, hogyha lefolyót szeretnél tisztítani. Mert hogy a fogkefék használati ideje, vagy hát a javasolt használati ideje az 3 hónap. Na most szerintem ezt érdemes betartani, viszont így legalább mielőtt kukába kerülne az a bizonyos fogkefe, még egyszer fel tudod használni. Mosásnál az öblítőt el is lehet hagyni. Én mostanában kezdtem el megpróbálni azt, hogy teljesen öblítő nélkül mosok, és nem különösebben érezni egyébként változást. Ez azért van, mert az öblítőt eredetileg arra találták ki, hogy a kis maradék mosóport kiszedje a ruháknak a szöveteiből. Na most a mai öblítők már nem igazán ezt a feladatot látják el, hanem elsősorban az illatosítás meg a puhítás az ő szerepük. Egyébként a hagyományos öblítők helyett elsősorban ecetet és vizet tudok javasolni, ami amúgy kiválóan működik. Viszont a mosógépek már alapjában véve is annyira kíméletesek, hogy öblítő nélkül is kiválóan lehet mosni. Ennél valószínűleg nincs hulladékmentesebb megoldás egyébként, és csak próbáld ki, és nézd meg, hogy milyen tapasztalataid lesznek. Szerintem sokkal nagyobb, sokkal fontosabb, hogy mi az a mosószer, vagy mi az a tisztítószer, amit használsz a ruháidnál, mint sem az öblítőnek a jelenléte. A következő pont még szintén a mosásnál maradva, az mosáshoz a mosódió. Na most én mosódióhoz valami adalékanyagot azért szoktam adni, általában ez oxigénes fehérítő, vagy mosószóda, tehát, hogy valamit még adok hozzá, ezeket egyébként meg lehet vásárolni nagy kiszerelésben papír zacskóban, vagy papírtáskában, nem tudom. Viszont a mosódió végzi el a feladatnak a fő részét. A mosódiót többször lehet használni, ezért is fantasztikus egyrésztről, másrésztről pedig, mivel természetes anyagról van szó, ez komposztálható. Szintén tudod nagy kiszerelésben vásárolni, sőt, már csomagolásmentesen is tudod vásárolni, amúgy ugyanúgy, ahogy az ecetet, úgyhogy lehet ez is teljesen zero waste. A következő pont az már inkább egy ilyen tevékenységgel kapcsolatos pont, ez pedig az, hogy takaríts fogmosás zuhanyzás közben. Amikor úgyis ott állsz a mosdó felett, és úgyis ott kell állnod néhány percig, azt fel tudod használni arra, hogy áttöröld a mosdót. Ha ezt gyakran teszed meg, és ugyanezt megteszed ugye zuhanyzás közben is, akkor azt fogod észrevenni, hogy a vízkőnek nem is lesz ideje letelepedni. Így egyáltalán nem is lesz szükséged extra vízkőtelenítő szerekre, meg mindenféle tisztító szerekre, mert hogy a gyakorisággal tudod megelőzni azt, hogy bármi is letelepedjen, bármilyen koszréteg is kialakuljon a mosdóban, a zuhanyzóban, a kádban. Így egyrésztről kevesebb takarítószerre lesz szükséged, másrésztről szerintem ezt is sokkal kíméletesebb végezni, tehát hogy nem kell annyira sok akaraterő nekiállni, végigmenni, mindent áttakarítani, hogyha mindig éppen elvégzed ott azt az egy kis részt, ahol amúgy is ott vagy, és ez így adja magát, szerintem könnyebb lesz, szerintem gördülékenyebb lesz, és sokkal elviselhetőbb, és természetesen zero waste-ebb is, mert ugye, hogy ez a listának a lényege. Az utolsó tippem pedig, hogy az elhasznált ruhákat, lepedőket, húzatokat használt feltakarításhoz. Amikor már nem tudod elajándékozni sem azt a ruhadarabot, vagy azt a húzatot, vagy azt a lepedőt, mert már annyira nincs jó állapotban, akkor még egy dologra fel tudod használni, és ez pedig a takarítás. Szintén egy plusz feladatot adsz valaminek, ami mindenképpen a kukába kerülne, viszont cserébe mondjuk nem kell vásárolnod különböző rongyokat, meg nem tudom, takarítóeszközöket, mert hogy szinte folyamatosan lesz otthon valami.
Legalábbis elég, hogyha egy lepedő tönkre megy, és az szétvágva, már nagyon hosszú időre biztosítva vagy a takarításhoz. Persze ez nem váltja ki teljesen a rongyokat, meg teljesen minden más opciót, de például én az ilyen ruhákat szoktam felhasználni arra, hogy a tükör takarításnál, tehát hogy először átöldöm vizes rongyal, és utána pedig egy ilyen száraz, már nem használható ruhával, sokkal szebb lesz így a tükör, mint hogyha csak úgy hagynám megszáradni, és nem... Hoppá! És nincs szükség például papír zsebkendő, vagy szalvéta, vagy bármi ilyesminek a felhasználására. Úgyhogy egész kreatívan tud ez a rendszer működni, és mindenképp kíméletesebb egyébként a földünkkel, hogyha ezek közül a megoldások közül akár néhányat is alkalmazol az otthonodban. Luna készíti a fekvőhelyét, én pedig kifogytam a tippekből. Hogyha neked is vannak tippjeid, akkor mindenképp oszd meg őket a kommentekben. Biztos vagyok benne, hogy mások is nagyon fognak neki örülni, de azt garantálhatom, hogy én nagy örömmel fogom olvasni. Most elköszönök, és a következő videóban találkozunk. Szia, Via!